Kocka Foci, a VB szabadszájú kibeszélő műsora. A stúdióban Vogyerák Anikó. Köszöntöm Önöket! Bármilyen furcsa is lehet nekünk, bizony hírértéke van annak, hogy ezen a VB-n egyetlen brit szurkolót sem csuktak le. Erről is fogunk beszélgetni, mint ahogy arról is, hogy kik a nagy elköszönői a VB-nek, és hát persze esélyt is latolgatunk, milyen esélyei lehetnek a franciáknak, úgyhogy egyre több a megbetegedés. No, lássuk, hogy kikkel. Gyenese Ilailával, aki világbajnok öttusázó a Meccs 4 műsorvezetője. Köszöntelek most is. Én is nagyon örülök, hogy megint itt lehetek. Kucsora Gáborral, aki többszörös Európa és világbajnok kajakozó. Jó, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. És Bánki Józseffel, aki egykori labdarúgó szakkommentátor, és ugye a Meccs 4 nézői ismerhetik. Meg az Arena 4. Meg az Arena 4 nézői is, csak ugye a Meccs 4-en vagyunk. No, ma is lesz játék, úgyhogy aki teheti, tartson velünk, ez egy kvízjáték, 8 kérdésünk lesz, egyesével 22 másodperc lesz majd arra, hogy megválaszoljátok, és hát KFC nyereményekre megy most is majd a játék, méghozzá 15.000 forintos vouchert is kaphat az, aki elég gyors és ügyes, úgyhogy figyeljetek, majd nem sokára majd játék is lesz. Hát úgy tűnik, hogy a VB kezdetekor a legnagyobb botrány, ugye mondjuk az volt, hogy nem ihatnak a szurkolók sört, erről nagyon sokat beszéltünk, de ennél talán egyel most érdekesebb sokak szerint, hogy a britek közül senkit nem csuktak le. És azt mondják, hogy azért, mert hogy nem lehetett alkoholt inni. Aztán persze van, aki ennél jobb érzésű is azt mondja, hogy azért nem csak ez az oka. Mit szóltok hozzá? Talán nem mentek el. talán nem voltak. De mentek, én néztem adatokat, 3500-an is. Utaztak. 3500-an csak. Mm-hmm. Azt hiszem, azért... a csoportmeccsekre mentek 3000 pár százan, és utána az egyenes kieséses szakaszban még csatlakoztak hozzájuk. Biztos, hogy van összefüggés, tehát én nem feltétlenül voltam nagyon mellette annak, hogy ne árusítsanak sört, vagy tehát ez az alkoholtilalom, ez nem feltétlenül gondolom, hogy a futballhoz szorosan ez összekapcsolódik a futballal, viszont lehet összefüggés, hogy valójában, hogy nem fogyasztottak alkoholt, és kevesebb volt az az indulat, ami a szurkolókban mondjuk egy-egy mérkőzés alatt, után, előtt úgy felgyülem lett. Úgyhogy lehet, hogy ez összességében jó hatással nem vagy autentikus, ebben mi jobbak vagyunk. Olyan britet, meg olyan magyart nem láttam, aki ne találja meg a módját annak, hogy hogy lehet. Én mondjuk olyan meccsen nem voltam, ahol brit szurkolók vannak, de hogyha csak abból indulok ki, hogy mondjuk Budapesten a belvárosban sétálsz, és találkozol mondjuk brit turistákkal, legény búcsúsokkal, akkor azért el lehet képzelni, hogy milyen hangulatba kerülnek, hogy ehhez képest. Azért mi a Kucsera Gabival láttunk egy Fradi Millwall meccset, ahol igen. a Millwall szurkoló a legmelegebb. Hányad osztályban játszanak ők? Most valahol. Most championship, de akkor első osztályban játszottak. Akkor igen. Aha. És a Fradi ki is verte egyébként. Igen. Hát a Millwall szurkoló az a dokmunkásokból állt. Soknak több pülle volt, mint foga például. Hát óriási verekedés volt a Váci. Most ezek a britek biztos, hogy megtalálták a módját, hogy hidratáljanak. Azért azt nézhetem, hogy most elmentek 3000-100-an mentek az régen, az egy VB-re elmentek 40-50, szóval több tízezren elmentek, szóval hogy azért... Na jó, hát azért volt ott visszatartó erő. No, nyilván... Akkor te jobb indulatú vagy, tehát te azt mondod, hogy egyébként megoldották és ittak, csak akkor jobban betartották a rendet? Hát azért ott elég sajátos rend van, tehát más, mint a Szigetországban, nem annyira megengedő. Tehát nyilván volt azért visszatartó erő meg fék, de hogy bevitték a bőr alá a söröket. De összességében én nem olvastam egyébként nagyon sok letartóztatást, tehát ugye én rákerestem, hogy úgy bármilyen másik nemzet, ki az, aki. Igen, kik azok, és nem én nagyon én látom, akkor látom videót, én látom videót, hogy távcsőben, távcsőben vitték be, és elkapták őket. Most én is tudod, hogy az olimpiai faluba is nem lehet bevinni alkohol, de azért... És a pincs is. Mondok egy adatot hozzá, amivel még izgalmas akkor is, ha nem hagyjátok, szétültetlek titeket. Szóval belföldön egyébként, tehát az Egyesült Királyságban a VB kezdete óta 531 futballal kapcsolatos incidens történt egyébként. Tehát, hogy otthon volt konflikt. Hát otthon van, kocsmában van. Hát persze, így lett a széklet, mert ott azért berőszik a napközibe, hogyha valami baj van.
Azért az angol szurkokat azért a VB előtt azért így figyelmeztették, hogy ott azért ott nem lesz kecmesz, észnél legyél, letartóztatnak, és ugye nem úgy is, hogy úgy, igen, és úgy is tudom, hogy úgy van, hogy ha letartóztatnak, akkor te rögtön állampolgár leszel, ugye, és az ottani szabályok szerint tartóztatnak le, és nem adnak ki. Szóval azért nem biztos, hogy jó. Kap egy könyvet, bilincses mosolyt. Nyilván a Katarnak a joghatósága van egy ilyen helyzetben. Igen, és azért elgondolkoztató azért. No, ugorjunk akkor egy következő témára. Nagyon sokan cikkeztek arról, hogy egyrészt sok elköszönője van ennek a VB-nek, majd erről is beszéljünk, hogy ki az, aki fáj nektek, hogyha mondjuk a következő VB-n nem szerepel. És hát ez összefügg azzal, hogy minthogyha olyan előregedő lenne ez a VB. Ugye emlékszem, a belgákról beszélgettünk egyébként, őket nagyon sokat emlegették, hogy öreg belgák, eleve így hívták a csapatot, de hogy 30-35 éves játékosok vannak, ami korábban állítólag nem volt megszokott. Szerintetek mi lehet ennek az oka? Szuper jól, nem tudom, edzésben vannak, vagy nagyon jó az orvostudomány egyébként, és most már ott tartunk, hogy ők is ugyanolyan fiatalosan bírnak mindent, vagy bármi más? Minden idők legjobb belga válogatottja, nehezen engedik el őket, csak kiöregedtek, tényleg kifutó modellek, főleg hátul a védelemben Vertonghen, Alderweireld, Eden Hazard elől, zseniális futballista volt, kész. Ez leáldozott ez az arany generáció. De a regeneráció, az biztos vagyok benne, hogy az utolsó évtizedben nagyon-nagyon sokat fejlődött, és az orvosi stáb, tehát egy idősebb játékos, ugye sokat tapasztaltam, amit be tud építeni egy csapat olyan formában, hogy az igazából előny. De a regeneráció az, ami lassul az évek során. És ebben szerintem ez egyértelműen az orvosi stábnak szerepe van, hogy ezt fel tudják úgy gyorsítani, hogy ne kelljen edzést kihagyni. Itt lehet például egyéni edzésmódszerekről is beszélni, hogy más terhelést kap mondjuk egy Modric vagy egy Cristiano Ronaldo, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak, mint a fiatalabbak. Tehát ez egy ilyen összetett kérdés. Mert sportolókkal ülünk itt együtt, ugye itt kajakos, meg ötisázó is van. Úszó, kajakos, ötisázó, valaki nem úszik, és egy jégkorongos. Szóval más sportágban is jellemző egyébként az, hogy így kvázi egyre idősebben van esély a terepen? Igen. Hogyne, igen. Hát Roger Federer most vonult vissza. Persze, meg az, de igen, ez inkább külföldön tapasztalható meg, mert máshogy nyúlnak már a gyerekekhez. Szóval én a saját tapasztalatomról beszélek, hogy nálunk például, hogy el akartam menni gyógytornára, az edződ azt hitte, hogy te lógni akarsz. És nem értették meg, hogy a gyógytorna az azért jó, hogy ne sérüljél meg. És a regenerálásban mindenben segít, és a mézmokat erősített, hogy ne legyen az, hogy megsérüljél. Tehát, hogy ez nem egy béna dolog, szóval, nem egy béna dolog, és akkor nálunk ez annyira nem volt be. Nálunk volt szerintem az a generációs váltás, igen, hogy te ugye 4 évvel vagy idősebb, és nekem a karrieremnek a második felébe jött be az, hogy a prevenció mennyire fontos. Igen. És előtte, amikor és én előtte mondjuk gyerek semmi. Voltam, utánpótlás versenyző, szóval nem volt. Én például, nem volt mélyizomtorna, nem volt törzsizomzat erősítés, ami a legfontosabb. Jó, egy dolgot nem tudnak mérni a csodadoktorok se, a szenvedélyt, hogy mennyire szeretsz futballozni. Nyilván, nagyon persze. Nagyon nehezen engedik el. Itt a Ronaldónak a példája. Nem... A Manchester United féle affér is abból fakadt, hogy nem tudja elengedni. Nem tudja abba. Pedig neki egy ilyen karriert nagyobb méltósága kellett volna. Igen, de szerintem még van benne. Szóval, hogy azért szerintem azért a portugál csapatra szerintem azért használva lett. Miért nem jön ki? Nem tudom, ez most ez olyan dolog, hogy egy Luka Modric is tök már azért idős, de hogy mégis a pályán, ott idősebb, és ott van a pályán, és kell, hogy ott legyen a pályán, kell, hogy a fiatalokat, kell, hogy irányítsa, összetartsa a csapatot, és szerintem Ronaldo ebben jó. Például Messi is ugyanez, hogy ott van, összetartja a csapatot. Egy vezéregyeniség lett végre az argentin csapatban, mert eddig azért hiányoztak. Azért Messi és Ronaldo megítélése a saját hazájában más. Portugáliában nemzeti hős volt Cristiano Ronaldo. Messit meg nem szerették Argentinában, most megfordult. Most szeretik, most meg imádják. Mert most állt a csapat érére. Ronaldo meg kikiaválta a portugál közvélemény is. Sőt, ugye megszólalt az asszony, az a halálom, amikor beleszól az asszony. Hogy a jutni rámből érem téma lesz majd hogy az igen, lesz, csinyán beszélj. Azokat szeretem. De hát nem ért hozzá, tehát igazából ki lehet azt jelenteni, hogy most ő 27 éves, belecsöppent ebbe az életbe pár évvel ezelőtt, de soha nem volt focista. És ő, kicsoda? Hát Cristiano Ronaldo felesége, ja, vagy barátnője. Ja, 27 éves. Én úgy tudom, hogy 27 éves Georgina Rodriguez. És nem focizott?
Nem, és ő véleményt adhat, és olyan formában, hogy ez nem támogató vélemény, hanem kritizáló vélemény, tehát nem segít, hanem jó, de ez is, hogy lehet, hogy a média felfújt ezt az egészet, nem? Jó, most átcsúsztok éppen egy másik témába, amit nem engedek, mert ígérem, hogy ha lesz idő, akkor ki fogjuk beszélni, jó? Viszont hívjuk fel egy fontos dologra a figyelmet, hiszen nagyon sokan fogadnak ilyenkor, már többször beszéltünk róla, de nem mindegy, hogy hogyan, ehhez adunk tanácsot. Az STFH tanácsai a VB alatti biztonságos netezéshez. A csalók az adathalász leveleikben gyakran pszichológiai trükköket is bevetnek. Jótékonysági szervezetekre vagy COVID-járványra, ismert, hivatalos szervezetekre hivatkoznak a leveleikben. Néha azt állítják, hogy a világbajnoksággal kapcsolatos nyereményjátékokon automatikusan vettél részt. Gyakran azt kérik, hogy levélben vagy e-mailben keresd fel egy ügynöküket. De ne feledd, ha nem regisztráltál egy sorsoláson, akkor nem is nyerhettél rajta. Még akkor sem, ha hiteles tűnő e-mailben állítják az ellenkezőjét. És bármi történik, soha ne add ki személyes és pénzügyi adataidat e-mailben, cseten és telefonon sem. A legcsípősebb téma támogatója a KFC. Úgy tűnik, hogy Marokkó például nehezen törődik bele mindenféle verességbe, és képesek voltak bepanaszolni a bírót a FIFA-nál, még nem a mostani ugye, hanem még egy előző meccsnél, két büntetőt szeretnének számon kérni. Szerintetek egy ilyen panaszolásnak lehet-e eredménye, vagy bármi olyan hatása, ami változtathat akármin egy eredményen? Semmit. Semmi. Az egyvilágon semmi. Csak jelzem, hogy igazából nem van belőle egy újságcikk, és hátrafelé gondolkozunk. Tehát a játékos fejében nem tesz jót az, hogy azzal foglalkozunk, ami már elmúlt, igen, és nem arra koncentrálunk, hogy van vissza még egy bronzmeccs, ami ugye innen nézve nem feltétlenül... Ezért bukták. Nem, jó, nem ezt mondom. Jó, csak az a szomorú, Leila, hogy igazuk van. Mert igenis jogosan, csak nincs semmi hatása. Botrány egyébként, amit a játékvezetők művelnek. Ezzel egyetértek, tehát hogy nem csak, hogy van értelme foglalkozni. Nincs, tudsz mit csinálni. Semmi hatása nem lesz. Hát most még a német japán, hogy melyik meccsen volt, hogy kim volt a labda? Teljesen fölösleges bepanaszolni, vagy a labda? Japán, hogy kim volt a labda, visszajátszották, kim volt a labda, és megadták a gólt. Ez az egész VAR egyébként a számítástechnikai szakembereknek, meg ezeknek az IT-soknak a állás. De szerintem ez már rossz, szóval, amikor már félpályáig visszamennek a félpályáig, és akkor onnan elkezdik nézni, hogy lesz volt, hogy nem az rossz. Én nagyon utálom. Én nagy reményeket fűztem hozzá, hogy sokkal igazságosabb lesz minden, és nem igazságosabb. Sokkal rosszabb lett. Azt mondják, hogy 80%-ban javít az igazságosítás, és mi van azzal a 20-al, és ha teljesen el bele abba a 20-ba. Hát és mondjuk, hogy megcsúlik rajta. Hát de ott van, hát lehet látni, kimegy. Kimegy a papagáj, megnézi, és ott ugyanolyan rossz döntést hoz. Akkor meg minek? Akkor minek? Régen is volt ilyen, hogy rosszul döntött. Te is kérdezted, mert ezt tudja mondani. Én megörülök ettől a bartól, tényleg. Jó, tehát magyarul semmi értelme nincs annak, hogyha valaki nem tart jogosnak egy bírói döntést, és utána a FIFA-hoz fordul, hogy srácok, ez itt nem volt frankó. Tehát ilyenkor ezt elbírálják egyáltalán, vagy mi a menete ennek? Hát azért nem mindegy, hogy a németek nyújtanak be egy ilyen panaszt, vagy a marokkóiak, de jó, de ez már rosszul hangzik, ne haragudjál. Persze, hogy rosszul, hát tudom. Hát de egyformán kéne megítélni. Hát tudom, az egyenlő, és persze, úgy kéne minden az életbe is, meg a futballba is. Tehát ez nem így van. Nem hát. Talán a jövőbe mutató dolgokra kéne koncentrálni, hogyha lehet, hogyha többen benyújtanak ilyen jellegű óvásokat, akkor talán foglalkozni akkor fognak vele. Semmi. Nem. Nincs hatása. Jó, én ilyen idealista vagyok, hogy hátra egyszer. Nézzük még egy kellemetlen pillanatot, ami hát egy szurkolónak volt kellemetlen, hiszen bemelegítés közben sikerült őt, hát nem kicsit eltalálni, van egy fotónk is, ugye a Marokkó elleni meccs előtti bemelegítésről van szó. Igen. Hát, és szegénykémet. De milyen emberi volt, ahogy Mbappé oda ment. Nézd meg a többiek milyen emberiek, hogy röhögnek. És én azon gondolkodtam, amikor láttam ezt a képet, hogy ez biztos iszonyatosan fájt, és tényleg szegény, nagyon sajnálom. De mekkora sztár lett ebből a szurkolócsávóban? Tehát, hogy innentől kezdve viszont a világ sajtó tele volt az ő fotójával. Hát jó, de egyébként mi esélyed van bekerülni szurkolóként, érted ott a sok tízezer ember között? Be akarsz-e kerülni, kérdés? Szerintem az ő arcát, karakterét egy életre megjegyzik innentől kezdve, nem? És akkor mondhatja végig, hogy én voltam az, aki. Nézd, itt a Bibi még. Ott a nyoma. Megérintheted, itt találtál, nem?
Hát főleg akkor lesz ez a szituáció ilyen nagyon romantikus, hogyha megnyeri mondjuk a francia válogatott a világbajnokságot. Nem? No, hát esélyt nem latolgatunk most még, de ígérem, hogy ezt jó. Mindent az adás végére tartogatok, jó? De igen, akkor valóban más a helyzet, nem? Hogyha egy nyertes Itt az emberi gesztus a fontos. Szerintem, hogy Mbappé kiment, és elnézésként, és már volt egy pár szó, hogy... Ez nem alap egyébként? Nem az alap lenne. Az annak kéne lennie. Igen, de nem mindenkinek, úgyhogy nekem minden, ami emberi és húsvér emberek vannak, és nem ezekről a pénzekről beszélünk, meg a maníról, meg a külsőségekről, az előre viszi a futballt, meg egyáltalán a sportot. És ebbe is azt tetszett, és ezzel is egy olyan esetet látunk, amikor szegény kisgyereket rúgtak fejbe, és oda mentek, és elnézést kértek tőle, és a bemelegítés során, tehát nem a játék közben, mert akkor mindenki nézi, de a bemelegítésnél mindenki oda. Mondod, de ez Amerikában ne beperelte volna, mert mennyi pénzt keresett volna vele? Lehet. Vagy utólag panaszt, hogy no, hát játszunk egyet, én azt mondom. Jó? Ugye, ahogy mondtuk, most is KFC nyereményeket lehet kapni, és hogyha minden igaz, akkor Kaci itt van velünk, és el fogja mondani a szabályokat. Hallasz minket? Igen, igen, itt vagyok, remélem ti is hallatok. Hello. Engem. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. No, lássuk akkor, hogy hogyan lehet játszani, először azt mondd el. Bizony, a képernyőn már meg is jelent, akik rutinos nézőink, vagy rutinos vendégek ugye a stúdióban, nézek itt Leilára például. Aki már nyomja a telefont, hogy biztosan játszani fog. Egyébként egyszerű belépni a mi kis játékunkba, egy okostelefonnal be lehet szkennelni a képernyőn látható QR-kódot, és akkor az rögtön bedob. Illetve a másik módszer, hogy megnyitunk egy böngészőt, hogyha valaki nem telefonnal akar játszani, vagy nem tudja beolvasni ezt a QR-kódot, akkor bepetyögi, hogy go.duelbox.com, és utána csak be kell írni azt az SHMJ1L kódot a kis kódmezőbe, és utána már csak egy felhasználónevet és egy e-mail címet várunk a felhasználóinktól, hogy ki tudjuk őket értesíteni, ugye, ha ők a szerencsés nyertesek. Meg elmondom gyorsan, hogy mit lehet nyerni, ugye, ahogy mondtam, KFC utalványokat. Az első 5 helyezettet fogjuk majd díjazni, aki a leggyorsabb 15.000 forintos vouchert kaphat majd, amit lehet. A következő 10, aztán 8 és 5.000 forint a negyedik és az ötödik helyezetnek. No, hogy állunk? Hogy látod, mikor kezdhetünk? Úgy látom, hogy nagyon szépen csatlakoznak befelé a játékosok, szerintem még egy fél percet hagyjunk neki. Na közben akkor mondom a stúdió vendégeknek azt, hogy nyugodtan segítsetek majd Leilának. Nagyon szeretném, hogyha nyerne. Leilának játszani. Azt is elmondom, hogy hiába nyer. Nagy játékos, vagy nem nagy játékos? Hiába nyer, mert nem az övé lesz a KFC utalvány, hanem akkor ő majd nagyvonalúan le fog erről mondani, ugye? Így van. Így van. Hát az első adásban mondom, mennyire sajnálom. De annyira menő volt, amikor az első adásban megnyerte, úgyhogy segítsetek neki nyugodtan, hagyd legyen egy jó érzés, hogy az utolsó adás. Szerencséje volt, mert azóta 5-ben nem voltam. Na, de azóta is pötyög. Ti pedig, hogyha segítetek, akkor kérlek arra figyeljetek, hogy viszonylag halkan tegyétek, mert a nézőink is hallják, ami a mikrofonban van. Én egy combért segítek. Jó, úgyhogy nem tudom, ügyesen oldjátok meg, hogyha egy felső. Egy KFC combért segítek. Tisztázzok. Egy KFC combra gondoltam. Nem a combodra. Úgy gondolom, hogy belevághatunk. A csirke combra. Na vágjunk, akkor belelássuk az első kérdést. Úgyhogy jön is az első kérdés, ugye ezúttal is két kategóriában jönnek majd a kérdéseink. Az első a hagyományos, ilyen feleletválasztós ABCD kategória lesz. Fel fogunk tenni egy kérdést, és rá kell majd bökni a helyes válasz betűjelére. Minél gyorsabban válaszolnak a játékosok, annál több pontot fognak kapni. Jó, én a múltkor azt kértem, hogy ne irdatlan nehéz kérdéseket állítsál össze, mert szegény Leila nem jutott be az első. Minden a Leilára szól, ne? Igen, meg hát egyáltalán, hogy mégiscsak ez az utolsó adás, úgyhogy hagy élvezzék azt is a játékosok, hogy tudnak valamit jól, de ígérem, hogy nem lesz könnyű, ugye? Nem lesz nagyon könnyű. De azért megválaszolhat. Azt látjuk a végén, jó, hogy megkérdezzük itt a játékosokat, maga no, szakértéket. Akkor nézzük meg, és akkor majd kiderül. Melyik az egyetlen ország, amelyik mind a 22 világbajnokságon szerepelt? És el van csúszva nálam, nem tudom, hogy a nézőknél el van-e. Brazília, Németország, Olaszország és Argentina van megadva. A, B, C és D-nek, és van még 6 másodperc arra, hogy válaszoljanak. És itt a stúdióban is biztos van tipp erre vonatkozóan. No, ti mit tippeltetek? Dodi tippje, Brazília.
Hát az olaszok a témán ugye kizártuk. Ja, hát igen. Miért? Ja, de vicceltem. Kaci, hallasz-e minket? Igen, hallok benneteket, igyekszem majd megjavítani itt ezt a kis elcsúszást, hogy ne legyen belőle probléma. Mi volt? Brazília volt a tipp, ugye? Jól hallottam bentről a stúdióból, és az a helyzet, hogy ez volt a helyes tipp. Hogy vigyorok! A brazilok az egyetlenek, akik mind a 22-n részt vettek, ugye az olaszok például most sincsenek itt, úgyhogy őket viszonylag könnyű volt kizárni. Csak azt nem hallottad, igen. Ők és az argentinok egyébként ugye 18 VB-n szerepeltek, és a németek pedig összesen 20 világbajnokságon bukkantak fel eddig. Na szuper! Lássuk a következőt, meg azt is, hogy helyreállt a rend. Ó, tökéletes! Na, tessék, mindenki láthatja. Melyik klub adja a legtöbb játékost döntőre. A világbajnoki döntőre? Döntőre. Döntőre. Ja, döntőre? Döntőre. Hoppá! Nem jó, az úgy, az. Hoppá! Nem mondtad. Jó, nem lássam. Milyen jó, hogy hangsúlyoztam neki. Ki lehetett még javítani? No. Igen, amíg ketyeg az óra, már nem addig ketyeg. Lehet. Újra lehet gondolni. Ja, igen, ebbe lehet változtatni, a másikban nem, a másikban nem lehet. Már, akkor rosszat adtunk. No, lássuk akkor, hogy ti mire tippeltetek? Paris Saint-Germain, de először a Bayern Münchenre. Igen, csak az a döntő. A döntő, igen. Igazuk van-e, Kaci? Hát igazuk volt addig, amíg a Bayern Münchenre tippeltek. A Bayern 4. De miért? Hát a mostani döntő, nem? Hát a mostani döntő, igen. A de Bayern 4 játék. Francia játékost ad a mostani világbajnoki döntőre. De ki a Hernández? Upamecano? Coman, Upamecano, Hernández és még valaki. Nem fog eszembe jutni, de még egy negyedik francia játékosuk is van. A PSG Coman. Mindössze kettő. A PSG a legkevesebb ebből. A Sevillában játszik három argentin, a Juventusban szintén játszik három francia, vagy két francia és egy argentin. A PSG csak két embert ad a világbajnoki döntőre. Ez egyrészt nyilván Messi, másrészt meg Mbappé, szóval a két legizgalmasabb figuráját adhatja a döntőnek, de ők csak kettőt küldenek. Ajjajjajjaj. Elcsúsztunk. Na jó. A Di Maria már elment. Tényleg, Di Maria már elment a PSG-ben. Nézzük a következőt. Ha holnap a franciák nyernek, hányadik alkalommal fordul elő, hogy egy világbajnok megvédi a címét? Jó, én ezt képzeld el, hogy nem. Igen. Mármint, hogy egyen mellé tippet. Tehát egyről nem tudtam. Vagy hogy mit csinálok? Gyorsan. Gyorsan most mondjuk el, hogy mit nem tudta. Na hát ugye annó az olaszok ugyan a legelső VB-re nem mentek el 30-ban, de 34-ben rendeztek egyet, és azt megnyerték. És aztán 38-ban megvédték ezt a címüket. Oh. Úgyhogy ők voltak az na, első. Na látod? És én is azt hittem, hogy csak a brazilok. Ugye? Akkor nem. Na, akkor és aztán az 50-es években rosszul. A brazilok, vagy ott abban az időszakban. Igen, mert annyira azt hangsúlyozzák, hogy a brazilok óta most van arra először esély, hogy vagy megint hát esély, vagy nem tudom, hogy csak ez maradt meg. Szóval igen, az tette jól, aki tudta, hogy az olaszoknak is volt már világbajnoki védésük. Ebből csak pörc lesz. Lehet. Pörc. Igen. Na, lássuk a következő kérdést. Az alábbiak közül melyik ország nem nyert egy meccset sem világbajnoki egyenes kieséses szakaszban, mióta legutóbb megnyerte a világbajnokságot? Bevallom a kérdést. Nem értem? Egy nagyon jó ők, szöveges nem? feladat. Nem ők? Tehát melyik ország nem nyert egy meccset sem most világbajnoki egyenes, egyenes kieséses szakaszban, ő lesz. Mióta legutóbb megnyerte a világbajnokságot? Igen. De nem, de no, nem mire tippeltetek? Csak én az olaszokra tippeltem. És Kaci mit mond? Az olaszok végül is helyes válasz. Na, de végül is, végül is. Vagy helyes, vagy nem helyes. Hát az olaszok nem nyertek egyenes kieséses szakaszban, mióta megnyerték 2006-ban a VB-t. De az a helyzet, hogy a spanyolok se nyertek, mióta 2010-ben magas bemelték a kupát, és a németek sem mióta 2014-ben világbajnokok lettek. Úgyhogy végig se olvastuk. Úgyhogy sajnos az a helyzet, hogy egyik csapat sem. Ez nagyon becsapós volt, Kaci. Kaci fántos volt. Kaci fántos. Sajnálom. No, akkor lássuk a számos feladatokat, mert hogy itt ugye számot kell majd tippelni. Bizony.
jön is a következő kategória. Itt nem fogunk majd válasz lehetőségeket adni, hanem egy konkrét számot kell majd beírni, meg fog jelenni egy numerikus felület, és ott kell bepötyögni, és emlékeztetnék mindenkit, hogy rá kell bökni a küldés gombra. Különben nem érvényes. Különben nem regisztrálja be a választ a rendszer, és akkor itt az első kérdés. Hány csapatos lesz a 26-os világbajnokság? Tudom. Jaj, de menően tudom. Ezt már egyszer mondta, nem a Leila? Hogy tudom? Hogy mondtam el. Most tudom. Hát azt, hogy tudom, azt, hogy tudom, igen, azt, hogy tudom, azt tudom, ma már, és nem, nem. A brazilos kérdéstél már azzal indított, hogy ezt tudom. No igen, és majd láthatjuk, hogy a válaszadók közül mi a legkisebb és a legnagyobb szám, amiket ők tippeltek, és középen lesz a helyes eredmény. Tudta-e? Tudta, tessék. És tudja, és tudja, és tudja, 48. És két hónapig tart. Fűzze-e hozzá bármit, Kaci? Nem, igazából ugye 10, vagy az elején még 16 se volt, az elején még ilyen 4 csapatos volt, meg ilyen nagyon kevés csapatos volt az első néhány, és aztán most ugye ez a 32 csapatos rendszer van, és ezt fogják most ugye felemelni 48-ra. Hát, ha akkor Magyarország is ott lesz már. Azt tudjuk, hogy hány helyet kap Európa? Ezt megmondom őszintén, hogy nem, de kiderítem az adás végére, jó? Most gyorsan vízbe tettem. És hogy most mennyi van, és akkor ahhoz képest mennyi most lenni hiszem, az esély? 12. Nem vagyok benne biztos, mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy mikor a kvízmestert megfogod, látod a kérdésekkel? 16 szerintem, szóval. Nem. Na jó, nézzük a következőt, segítek, Kaci, nézd, terelek. Melyik évben volt az évszázad mérkőzése? És ezt is tudja, azt mondja. Nem, ezt azt mondtam, hogy nem tudom. Na... Egy évszámot kell megadni, mit mondtunk mi? 1953. És? Mi az igazság? Oh. Valaki. Na. 2006-ban, nem tudom, hogy ott hát a... lehet, hogy ott volt valami jó meccs. Hát lehet, hogy nem tudom, mi az a Zidane lefejeli Materazzit meccsre gondolnak-e, vagy... 2006-os? Ja nem, az a mostani, amikor Wolverhamptonban nyertünk, az az évszázad mérkőzés, vagy az évszázad győzelme, bocsánat. Ez meg az évszázad mérkőzése, akkor jó. Akkor azt értette félre, vajon, aki a 2006-ot tippelte? Hogy évszázad győzelme? Az 2006? Azt most a Wolverhampton, amikor a Marco Rossi féle válogatott nyert, azt a nemzeti sportban úgy jelent meg, hogy az évszázad győzelme. Győzelme. Hmm. Jó, de már egy évszázadra följebb vagyunk, 21. Értem, értem, igen. Na lássuk akkor a harmadik kérdést ebből a kategóriából. Hány gól született összesen a 98-as világbajnokságon, ami rekord? Kaci, azt segíthetsz, hogy ez a rekord egyébként még megdönthető? Meg végül is. Persze, lehet egy perc alatt. Mi volt a rekord? Valami 9 gól, ami nem tudom hány perc alatt volt? Jelenleg egyébként a mostani VB már most a negyedik legtöbb gólos VB. Aha, na. Ilyen infóra voltunk kíváncsiak. 166 gól esett a mai hárommal együtt. Azt nagyon nagy tippeltem. Mit írt a 32? Nem 32-t, 100-at. Uh-huh. Hát azt alá. 100-zal nem lenne 166-tal, benne szerintem a tessék, akkor új tippet kérek gyorsan itt a stúdióba. 166-tal ez a negyedik. Ez most a negyedik? Hát akkor legyen 2-10. Ne, hát 180 akkor. Majd. 196. József. Annyi centi vagy, fogadjuk? Mondj egy számot. 200. 171 csak, ó. 196-ra már nem lenne esély, hogy megdöntsük idén szerintem, ha csak nem rúgnak 30-at az argentinok a franciáknak. Bármi lehet. Bármi lehet. Tényleg. Ja, hát hiszen, deep mix, igen, deep mix botrány. De 169-el van az a harmadik hely, és egyébként két VB-n is, a 98-ason, meg azt hiszem, hogy a 2006-oson is 171 gól született. Na, lássuk az utolsó. Az még egy erős kérdést. Döntővel meg lehet. A magyar válogatott összesen 32 világbajnoki meccsen játszott. Hány gólt lőttünk összesen? Hát 166-nál kevesebbet akkor mondjuk. Mi volt 171 gólt? Nem annyira elégedett a szakkommentátor. Nem, lehet. Nem tudom, hogy mennyi pontosan.
Én kevesebbet írtam volna. Igen? No, mennyi az annyi? De voltak nagyon nagy gólos meccsek. Hát a világban a rekord a milyen? Salvador ellen. Tippeltem 87. Kaci? Ne! Tényleg? Nyugztam mindenit! Teli találod? Teli találod. Örülök meg. Lottozni fogok. Szóval helyes. Igen, egyrészt miért ugye a rekord az El Salvador elleni, ilyen legnagyobb gólkülönbséges mérkőzéssel, illetve ezt a rekordot is mi tartjuk. 2,67 gólos meccs átlagunk van, és ezzel a magyar válogatott vezeti torony magasan ezt a statisztikát. Még lehet, hogy jó lesz ez a végelszámolásban. No, hát akkor nézzük a végelszámolásokat, hogy hát, ha kap egy utalványt a Leila, amiről nagy vonalon lemondhat. Valami cukros üdítőbe. No, akkor láthatjuk mindjárt az ötödiket. Na, 2019-el. Már nem leszek ott. 1969 pontom lett. Lecsúszott. Nem sokkal egyébként. Astro is 5000 forintért ehet egy-két menüt 2020 ponttal. László, aki megelőzi őt, ő 8000 forintos utalványt fog kapni. KFC Peti, szerintem ő volt a múltkor is, vagy nem tudom, hogy volt valaki, aki KFC nével volt. 10000 forint, nem tudom, hogy a múltkor hanyadik lehetett, de 10000 forint az egy látható. És Pinyi, aki 15000 forintért ebédelt, vacsorázhat, vagy bármit vehet a KFC-ben majd. Kaci, mi volt a maximum pontszám? 4000 pontot lehetett összegyűjteni, hogyha valaki mindent helyesen és elsőként eltalált. Nem szóltam neked, de lehet, hogy kellett volna olyat csinálnunk, hogy ki az abszolút rekorder az elmúlt adások játékai alapján, mi volt a legtöbb pont, ugye, hogy a játékvezetőt megfogjuk. Szerintem, amikor Leila nagyon ügyesen szerepelt, akkor az lehet, hogy az az all-time rekord. Illetve lehet. Ugye az első az nagyon jól sikerült nekünk. A legelső adásban még 12 kérdésünk volt, úgyhogy ahhoz képest nyilván most már kevesebb pontot lehet gyűjteni. Figyelj csak, azt meg tudod mondani, hogy az 1969-el hányadik lettem? Lehet hatodik pont. 1969? Aha. Ennyi pontja volt, és nagyon kíváncsi rá, hogy hanyadik lenne egy képzeletbeli rang. A hatodik. Épp lecsúsztál. Épp azért csúsztál le, hogy ne kelljen lemondanod. Igazából ugyanez, hogy lássuk, hogy ki ennyi. A legjobb öt. Virtuális pocsámolva. Kaci, köszönjük szépen, nektek pedig a részvételt. A VB legfontosabb híreit a Kia szállítja. És itt mögöttünk elindult szokásos módon az Argentina-Franciaország FIFA játék. Megpróbálják lejátszani azt, hogy szerintük így virtuálisan milyen eredménye lenne ennek a meccsnek, úgyhogy majd néha pillancsatok oda, mert én háttal vagyok, hogyha van valami izgalom, akkor ezt azért beszéljük ki. Na de jó alkalom arra is, hogy akkor most teret adok az esélylatolgatásnak, és beszélgessünk arról, hogy szerintetek milyen eredmény lehet, illetve induljunk talán onnan, hogy a franciákat sokan már most előre sajnálják, hogy nagyon sok a megbetegedés, hogy valami vírus is most lehet, hogy terjed köztük, jaj, mi lesz szegény franciákkal. Nem kell végignéznetek, mert aranyosan mindenki lefagyott, igen. Én nem tudom, én még így a horvát bronz hatása alatt vagyok, mert én nagyon örülök az ő harmadik helyüknek. Tényleg, hát itt beszéltük, hogy te nagyon szurkoltál. Nagyon nekik szurkoltam, és így csalódott voltam, hogy nyilván nem jutottak be a döntőbe, de így szerintem egyébként a bronz ebben a helyzetben ugye egy győzelemmel zárt torna, míg az ezüstérmes az igen. Egy vereséggel fejezi be, úgyhogy szerintem a horvátok szerintem boldogok lehetnek. Akkor beszéljünk kicsit erről a meccsről még, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert volt olyan szakújságíró, akivel beszélgettem még ugye a meccs előtt, és ő azt mondta, hogy azért lesz nagyon izgalmas, vagy volt ugye, mert olyan csapatok játszanak a bronzért, akiknek tehát, hogy ott tényleg tétje volt idén a bronztak. Mert hogy eddig mindig úgy volt, hogy jó csórikámék, akik lecsúsztak a döntőről, akkor azok játsszák a bronzmencsöt, nézzük meg. Nem csórikámok azok. De nem most, hanem eddig mindig... Azok csalódottak, a csalódottak meccse. De hogy most nem ez volt. Ez látszódott a játékon? Hát abszolút, hát egy kicsi ország, 4 milliós ország, Horvátország.
én is pontosan úgy, ahogy a Leila, pontosan ezért szurkoltam nekik, meg rendkívül olyan egységük van, a hit összetartja őket, a nemzeti érzés, és ez nagyon nagy erőt ad nekik. Van már két bronzérmük, egy ezüstérmük, le a kalappal egy ilyen kis ország előtt, és nagyon szenvedélyes futballt játszanak. Marokkó is, de és náluk viszont az lett volna izgalmas, annyira, hogy gyakorlatilag történelmet írnak. Hát így is. Már most már így is történelmet írtak. Mindenkinek jó lett így, igen. Annak, hogy bejutottak a legjobb négybe, a horvátok megörülnek annak, hogy ezüst után bronz. Persze Marokkó az abszolút a meglepetés csapat szerintem ennek a világbajnokságnak, szóval hogy ameddig elmentek egy levegővel. De végül is szerintem a horvátok is, tehát hogy ki ejtették Brazíliát. A Marokkóban az a furcsa, hogy észak-afrikai csapat ilyen fegyelmezetten még nem játszott. Hát nem kaptak gólt, tehát egy öngolt kaptak addig, amíg nem játszottak a franciák ellen, és ott kaptak két gólt. Ilyen fegyelmezett védekezés nem nagyon lehet látni afrikai csapattól, úgyhogy le a kalapal. Nem mondom, hogy megnyerő, meg rokonszenves, mert ez a stílus. Általában az ember a futballt szereti, amikor egyéniségek vannak, nem ezt a bekkelést. De ettől még történelmet írtak. Én pont ezzel gondolkozom, hogy egyébként, hogy ez tényleg egy jó csapat, vagy hogy tényleg mindenáltalán egy sportol, hogy elkapja a fonalat, hogy jó elkapták. De vannak ilyen csapatok, a görögök, igen, a törökök. A görögök, hogy igen, amit a legyen. Dél-Korea is azt hiszem bejutott. Na jó, hát ott az de hogy a törökök meg a görögök, azok tipikusan olyan eredményt értek el, amire előzetesen senki nem számított. Jó, csak hát őket is kiszúrt a hátukat a háló, úgy bekeltek, de Európa bajnokságot nyertek Real ellen. A görögök, az sem volt egy megnyerő futball, borgalom volt, egy antifutball volt, de ettől még Görögország nemzeti hőség, és kutya nem fog arról beszélni. Azért leszek kíváncsi a marokkóira, hogy innentől kezdve, hogy tényleg tudnak-e megint valamit nyújtani, vagy hogy ez csak egy ilyen kicsúszott, igen, a lufi kidurant, hogy igen, nincs mindig, mint sportra ezen gondolkoztam, mert tényleg azért fontos, hogy hogy kapod el a rajtot, és hogy indulsz neki, és én itt például azt például, hogy tök jó elkapták, és mentek. A lendület vitt őket előre. Na, mit vártok a francia-argentintól? Hát bajban van a francia csapat? Nincs baj. Szerintem a legjobb csapat a világbajnokságon. Tehát ott Giroud mögött van egy olyan hármas, Dembélé, Mbappé és főleg Antoine Griezmann, ami a legjobb támadó szekció az egész világbajnokságon, de szerintem a fél világ Lionel Messinek szurkoló megkoronázza a pályafutását. Igen. És van még egy nagyon furcsa dolog a franciáknál, nem tudni, hogy mi van Benzemával. Tehát, hogyha egészséges lenne, akkor sem biztos, hogy játszhatná Deschamps, mert ugye volt egy zsarolási ügye, kihagyta a válogatottból. Meg most egy szimpatikus, ahogy megnyilvánul, tehát, hogy föltett egy képet valahova, hogy ilyen nagy szakállas, ilyen nem tudom, effektes képet, hogy, és az volt a szöveg alatta, hogy nem érdekel, azt hiszem. Vagy valami ilyesmi. Benzema, igen. Ezt én is panáltam pont ezt, hogy ez ma. Nagyon kényes az ügy, mert ő sokkal jobb futballista, mint Olivier Giroud, aki Thierry Henry-t megelőzte, tehát minden idők legeredményesebb francia csatára, de sokkal jobb futballista Benzema, és tulajdonképpen egy aranylabdást hagysz ki. Tehát óriási a kockázat Deschamps részéről is, de nem tehet más, tehát a taktikai, tehát Giroud az a franciáknak még nekünk Szalai Ádám volt, tehát taktikailag hihetetlen, meg mentalitásban is topon van. De Benzema meg jó futballista. De nagyon, nagyon kényes a történet. De Deschamps egyébként szerintem nagyon szimpatikusan nyilatkozik, hogy ő már nem foglalkozik a kimaradt játékosokkal, azzal sem foglalkozik, hogy ki beteg, ki egészséges. Ott lesz X játékos, aki hadrafogható abban a pillanatban, persze, és meg akarják nyerni ezt a világbajnokságot. És ő... ki fogja meg Messi például, mert ott van Tola Menni, meg Rabiot, aki ezt nem a középpályás. Nem vagy a szakértő. Ember nem tudja megfogni, tehát ha ő megkapja a fonalat, semmi hiába. Senkit nem tudsz, biztosító emberek ellenek 2-3, tehát olyan védekezési formulát nagyon, Messinek nagyon nagy formában van, tehát és fölteheti a koronát az egész pályafutására. Szerintem a félvilág ennek szurkol, most tök mindegy, mert semmi közöm Argentinához, sőt 78-ban hazavágtak minket, elcsalták a világbajnokságon a magyarok elleni meccset, de most Lionel Messi körül forog minden itt a védelem. Nyilván a franciákat ez nem érdekli, de egyébként, hogy ha és amennyiben mondjuk ők nyernek, akkor egy csomóan utáni fogják őket pont emiatt, nem? Mert hogyha nem is az argentinoknak szurkolnak, nagyon sokan a világban azt várják, hogy a Messinek legyen egy szép elköszönése, és akkor csúnya franciák ezt a lehetőséget elveszik tőle. Hát eleve a magyar emberek többsége, meg sokan azért már nem a gal
meg főleg a De Gaulle-féle szellemiséget képviselik, hanem egészen mást. Tehát olyan túl sok szimpatizánsa nincs Franciaországnak. Már itt a futball tekintetben, de szakmailag nagyon jó, hihetetlen jó, és meg kell, hogy mondjam, ez most egy szimpatikus francia csapat, és nagyon jó csapat, és nagyon jó futballozók, és egységesek is. Nincs az a széthúzás, pont ezt akar, igen, tehát ez, hogy, igen. Hogy a franciákat szerintem nem különböző, nem tudom, okok miatt, hanem azért nem kedvelték sokan, mert olyan túl nagy egyéniségek voltak benne, akik nem egy csapattá álltak össze, uh-huh. hanem így ilyen egyénieskedés ment, és most én ezt a francia csapatban nem látom, hanem pont az, hogy itt kézben van tartva ez a csapat. Tehát, hogy ez a Deschamps érdemel. Én értem, hogy igazából azt mondjátok, hogy a franciák érdemelnék meg, de legyen már az argentinoké a Messi miatt. Ne, én szerintem argentinok is megérdemlik egyébként szerintem. Szerintem terül ki a szavatokból. Hát igen, mert a franciák jobb csapat, de három olyan világklassz is hiányzik, mint Pogba, Kanté és Benzema. És nézd meg, hogy és nagyon jól játszanak. Nagyon jó. Tehát szakmailag szerintem most jobb csapat a francia, de semmi nem garantálja azt, hogy most ők megnyerik ezt a döntőt. Ez egy meccs, egy világbajnoki döntő. Tehát ennek egy külön atmoszférája van szerintem. Újonganak az argentinok a játékban. A játékban már 2-0 van, igen. Ez jelenti egyébként azt is, ugye azt mondod, hogy nagyon szuper a mostani francia csapat, de ez kvázi egy ilyen bizonyítási lehetőség a nem sztárjátékosoknak is most a francia csapaton belül, hogy hiányoznak ezek a nagy nevek, és mégis ilyen szuperül teljesítenek? Hát hogyne, Tchouaméni és Rabiot a két védekező középes, ha Pogba és Kanté van, akkor ők játszanak. Hát a legnagyobb kitörési lehetőség ez számukra is, és szenzációsan játszik mind a kettő. Mint ahogy Griezmann se láttam, voltak nagyon nagy idényei, de nagyon jól játszik ő is. Mbappéról sokat beszéltek, és hát Giroud, az amit ő játszik ezen a VB-n, az parád, és nem csak a góljai, hanem a védekező játéka is, meg egyáltalán a taktikai fegyelmezettsége. És Deschamps fog ilyenek mondani. Ilyenek a mi szakértőink. Tehát Zidane fogja váltani. Zidane fogja váltani. Jó, azt majd csak az adás végén fogom megkérdezni, hogy mi a tippetek, és akkor ígérem, hogy Messiről mindjárt beszélgetünk, de előtte felhívjuk még egy nagyon fontos dologra a figyelmet. Nem minden az, aminek látszik. Még akkor sem, ha minden pont úgy néz ki, mintha az a világbajnokság weboldala vagy hivatalos felülete lenne. A typo squatting az adathalász technikák egyike. Ilyen esetben a támadók népszerű weboldalak neveihez nagyon hasonló domain neveket regisztrálnak, és csak egy-egy apró eltérés lesz a hiba, például egy betűvel több vagy éppen kevesebb a webcímben. A hamis oldalak általában megtévesztésig hasonlítanak az eredetire. Ezért legyünk nagyon óvatosak, és mindig ellenőrizzük, hogy tényleg a helyes oldalon járunk-e. A labdarúgó világbajnokság kapcsán a typo squatting és homográf csalás lehetséges formái például, ahol a FIFA World Cup-ban egy L betű hiányzik, vagy a FIFA két I-vel íródik, esetleg a FIFA 2022-ben a nulla helyett egy O szerepel. Minden esetben vessünk egy pillantást a megnyitni kívánt linkre vagy URL-re, és bizonyosodjunk meg arról, hogy nem csak egy jól szervezett hamisítványról van szó. És akkor engedem, hogy végre beszélgessünk Messiről, külön mint ikonról. Valóban iszonyatosan megérdemli azt, hogy ez egy csodálatos elköszönés legyen neki, és hogyha igen, egyébként mi számít szép elköszönésnek? Tehát, hogy hát tud bármit rontani a pályáján, akkor kérdezhetném így is. Nem, de így lenne kerek. És én nagyon szeretem a játékot. Ő egy ösztönös zseni, egy nagyon jó futballista, de soha ennyire nem volt közösségi és csapatemberben. Mindig rajta is éreztem ezt a hisztit, hogy nem Ronaldon is egyébként, hogyha nem ő kapta meg a labdát, de most olyan... Most érett meg, ugye? Most hasonlítják össze, és... Most érett meg, amikor elköszön? Igen, nem, tényleg ezen a VB-n érett meg most viszi a csapatot a hátán, meg igazi egyéniség lett, és most egyébként az argentinok most hasonlítják Maradonához. Pont ezt mondtam, most, ugye, hogy egy idősebb játékosnak a tapasztalatát, azt... Mármint, hogy most olyan úgy hasonlítani, hogy... Elnézést kérek, Maradonához nem. Nem, de úgy hasonlítani, hogy olyan kaliberi játékos, aki odaállt ugye a csapat élére, viszi a csapatot, össze fogja az öltözőben, buzdítja őket, és eddig ő ezt nem csinálta, nem lehetett annyira látni. Ez a pici autista attitűd azért mindig is érződött rajta. Igen, igen. És, de Maradonához senki, nem, még az argentinok se. Tehát Maradona az egyszerű és megismételhetetlen, aki látta játszani. Lionel Messi ennek a korszaknak az emblematikus alakja Ronaldo, Cristiano Ronaldoval együtt, de az, amit te is mondasz, Gabi, a Maradona a zsenialitásán túl
hihetetlen mit tett a csapatért, tehát a közösség, és a Messinél most látni, most ezen igen. a VB-n, most, igen, most nagyon... Hát ezt mondta. Lehet, hogy pont ezért jutottak el odáig, ahol most tartanak, de semmivel sem lesz jobb, és semmivel sem lesz rosszabb futballista, hogyha holnap nyernek, vagy veszítenek. Uh-huh. Tehát ő ugyanaz, mégis egy meccs által teljesen más fénybe kerülhet a pályafutásának a vége. Jó, csak mind a kettőről... ez egy mentális állapot, hogy éppen akkor... Hát nem csak mentális állapot, mert nem rajta múlik. Hát nem de az csak egész csapat, múlik, tehát nem az ő mentális állapot. Az a, mondom, az a végtelenül hogy, az a csapat, hogy fog szomorú fontos. Szerintem, hogyha nem sportújságíróként kérdezem ezt, hogy igazából egy ekkora ikonnak a megítélése sok év múlva is azon múlik, hogy nem az, hogy ő hogyan teljesít majd ezen a meccsen, hanem hogy egyébként a csapat hogyan teljesít ezen a meccsen. Azért van egy nagyon komoly összehasonlítási alap. Amikor pár év múlva majd visszatekintünk, hogy Messi nyert világbajnokságot, Ronaldo meg nem. És ez a lényeg. Ez a lényeg. Akkor ő sem nyer, és akkor semmi sem nyert, és akkor ennyi kész. Tehát akkor most akkor csapjunk át abba, hogy szurkoljunk annak, hogy ne nyerjen azért, hogy a Ronaldónak egy ilyen. Ne, 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 olyan, mint hogy mások ellen szólt, hogy is. De egyébként én meg úgy is szurkolom, ez sokkal árnyaltabb. Tehát pont ezt mondtam, nem lesz semmivel se jobb vagy rosszabb. Vagy van egy világbajnoki címe, vagy nincs. Azért ez egy csapatjáték. Hát itt nem csak ő van egyedül a pályán. Hát itt most azért ez messzire. Azért, ahogy Maradonán, de rengeteg múlt Maradonán, most meg Messin múlik sok. Tehát Argentina egy Messinek a jó teljesítmény nélkül esélytelen a franciák ellen. Tehát itt nem, persze, hogy nem róla, soha nem a futballban, nem arról. Nem, megint törülnek valaminek a háttérben. Hát itt világbajnokok lettek. Ja, kész, vége volt? Ennyi volt, kész, mérkőzés, 3-1. Kész. Három? Három egy. Szuper, hogy te itt közben tudtad nézni. Azért, hogy ilyen csendben, mert aranyosan elnézted itt a kis FIFA szimulátor. Biztos te is szoktál játszani. Nem szeretek. Micsodát? Én nem szeretek. Sose csinált ilyet. Én sem. Ki vagyok ennyire élvezni, hogy úristen, nyomni egész nap. Hát meg ez egy olyan VB, hogy Argentina egy Szaúd-Arábia elleni vereség után tudja megnyerni. Mert 78-ban ugye Jorge Videla féle tábornokat, egy hunta volt, egy diktatúra volt, persze az amerikai ültették oda, akkor is ők csinálták a kikeverést, utána 86, ez meg egy olyan vébe, hogy elmennek a világ végére, megy 20 vagy 30 charterjárat, és olyan tombolás lesz itt holnap, hogy hát meg nem tudom jósolni, hogy mi lesz a végeredmény. No, és ki lesz az aranycipő? Messi. Nem tudom, nem tudok tippelni. Nem? Négynek van még esélye, ugye? Hát Mbappé, Messi, Giroud, így van. Meg a Hernández. Igen. Bármelyik az egyiket, hát itt a kettőnek. Nem. Öt van, másik hát kettőnek négy van. Én tippelésben nem vagyok szakértő. Hát az a tipping szint, az nem. Nem tippelgetünk? Nem szeretek. Nem tudok, én nem... Ez mekkora presztízs egyébként egy aranycipő? Hát ha elveszíti szerintem a világbajnoki döntőt, akkor nem tud neki örülni. Persze, az viszont az hogyha az hozzákapcsolódik ahhoz, hogy a világbajnoki arany is az övé, tehát akkor... lehet, hogy aranycipős, de nem VB győztes, igen, és akkor... Ez összefügg, aki a VB-t fog nyerni, valószínűleg onnan kerül ki az aranycipős. Nem biztos. De nagy eséllyel, igen. Vagy Mbappé, vagy Giroud, hogyha a franciák nyernek. Uh-huh. Nem tudom elképzelni, hogy ne így legyen. Benne van futballban, de azért messziről szól ez az egész történet. Szinte az adásunk is már csak róla kezd szólni. Hát... Igen. Hát jó, megérdemelten. No, röviden beszéljünk a futballfeleségekről. Ez egy olyan fogalom szerintem, ami hát most már konkrétan egy létező fogalom, hogy a futballfeleségek, de szerintem egy picit ilyen derogálóan használták mondjuk az elmúlt 10-20 évben, és ma már azt látjuk, hogy mindenki egy komolyabb szerepet próbál vállalni, nem csak mondjuk a civil életben, hanem mondjuk hozzá is szólnak, meg szakértenek, ugye? Ami nem biztos, hogy szerencsés. Szóval ti hogyan látjátok? Hát nekem a tyúk szememre léptél, mert számomra nagyon nem volt szimpatikus az, hogy úgy gondolta a Cristiano Ronaldónak a barátnője, hogy róla kell, hogy szóljanak a hírek, és nyilvánvalóan azért vett föl annyi gyémántot is magára, vagy volt ilyen kimutatás, hogy 860 millió forintnyi ékszer volt rajta.
És itt mellé raknám azt, hogy mondjuk a Messinek a felesége, meg kiment a gyerekekkel mezben szurkolni, a Cristiano Ronaldo barátnőjét nem láttam én a gyerekekkel lefotózva a stadionban, és ő ott pózol, holott igazából ő 3 vagy 4 hónappal ezelőtt elvesztette az egyik babáját, a másik babája ugye 4 hónapos, tehát egy nagyon kis baba van otthon, meg még mellette van X gyerek, és ehhez képest ő ilyenekkel foglalkozik, tehát nem valamiért tesz, hanem valamiből elvesz, és ez szerintem egy óriási nagy különbség, és a Messinek a párja pedig szerintem az az igazi futballista feleség, akinek igenis feladata az, hogy támogassa azt az embert, aki az életét áldozza fel ezért. Nagyon szép, és teljesen egyetértek vele, mindjárt megkönnyezem, de egy van ilyen, a Messi felesége. A többi, igen, a többi a szerintem folyamatosan. Zsebibabák, mert úgy mossák ezért, hogy amíg csörög benne egy fillér, most nem akarom megmondani, Isten őriz, hogy a feministák nekem rohanjanak, de a futballisták 90%-a elválik. Magyarországon is. Ez nem csak a futballistákra igaz azért. De a futballistákra igen, mert amikor abba hagyják, jó, nem a Messi meg a Ronaldo, mert annyi pénzük van, hogy soha nem fogy el, de akiknek azért fogyogat a pénz, akkor azért az asszonkák azért hátat fordítanak nekik, és ez világtendencia. Jó, a futballista is elkezd. Mondjuk szerintem egy igazi feminista az nem biztos, hogy egy futballista, tehát nem biztos, hogy futballista feleség lesz, hiszen pont nem az egyenjogúságról szól sok esetben egy ilyen kapcsolat, hiszen a futballista feleség is valamilyen szinten, mivel országot vált, várost vált, nem tudja úgy a pályáját élni, tehát valahol feláldozza önmagát a párjának de a nem az egyenjogúságról beszélünk, hanem a Messi feleségéről, aki átérzi a jelentőségét, és oda megy argentin mezben a gyerekekkel. Tehát igazi feleségként, nem pedig vekként. És nem szereplőként megy oda. Igen. Hanem egy támogató jó, társként. Oké, ő most társ, és akkor vannak mondjuk az Insta sztárok, meg a külön, aki azt gondolja mondjuk, hogy én nem csak egy valakinek a felesége vagyok, hanem hát valaki itt a vagyok. A Ronaldóknál pont ez történt, hogy igen. Hát a Ronaldo feleség pont ez történt, hogy egy Insta sztár is kicsit róla is szóljon. Jó, de nincs joga ez a történet. Neki is valakinek lenni? Bármi is az? Hát hogyne, hát ő neki egy dokumentumfilm sorozata van, tehát hogy ahol ő szerepel, és azt én nem tartom feltétlenül problémának, hogy egy ilyen sorozat hát elkészült. Miért nem egy brazil szappanoperában szerepel inkább? Hát ez a Rizóra. Igen. Szerepel, felszabadították. Józsi, minden nem felhúzza magát, de pláne, hogyha előhúzom a következő, és számára talán a legbosszantóbb témát. Mi lesz az? Csak ne legyek Józsi, mert minden Dodi József. Dodi. Az egyik legjobb és legképzettebb játékvezetőről beszélünk, ugye, aki nem... Kovács István. Nagy Károlyban született, romániai játékvezető, és a legjobb játékvezető. A legjobb, és egy meccset se kapott. 8 meccsen volt negyedik bíró, negyedik játékvezető, és emelgette a táblákat csereként. És lepényevők, zsákban futók, tűznyelők vezettek meccseket. Mit mondtál az elején, papagájok? Papagájok. De nagyon rossz játékvezető. Hát az urbániakat például egy nagyon képzett német játékvezető látta haza, amikor Cavani ellen egy teljesen nyilvánvaló 11-es nem adott meg. És lehetne sorolni a játékvezetői hibákat. Pierluigi Collina, a Nemzetközi Játékvezető Bizottság vezetője, szenzációs játékvezető volt, de hogy nagyon komoly sara van ebbe, hogy ez egy ilyen jó játékvezető egy meccset se kapjon, mint Kovács István, és most nem azért mondom el honfitársunk, mert egy erdélyi paciumi magyar, de nem ez, hanem jó játékvezető, és ezt a román sportoságírók is alátámasztják. Létezhet az, hogy az az ok, amit egyébként olvasok újságokban, hogy ő annyira komolyan vette a felkészülést a VB-re, hogy a fizikai mutatói egyébként jelentősen jobbak voltak, mint a kollégáké, és ezt nem vették jó néven a többiek, és kvázi kiközösítették. Az jobb lett volna, de játékosok lett volna gáz. Tudod mi ez? Ez körülbelül az jut, ez hablagy. Az jut eszembe, amikor kirúgnak valakit, és megkérdezi, hogy miért, mert túlképzett. Körülbelül egy... De van ilyen is. Tudom. De hát ez nevetséges. Akkor mi az ok? Na, erre kéne rájönni. Ez nem fogjuk megtudni, azt gondolom, hogy ez mögére, ez politika. Hát meg pénz. Meg pénz. Egyébként ugye ő Romániát képviseli. Igen. Vannak rajta kívül is olyanok, akik nem jutottak játékhoz. Egy kínai, egy hondurasi, meg egy szenegáli és egy perui játékvezető is. Most, hogyha politika, akkor elég sokrétű.
Nem, nem, hiszem, nem, nem, itt ez, egy személyes ez egy személyes történet. Lehet, hogy emberi gondok vannak egyébként, mert sok esetben van úgy, hogy azért van, aki alkalmas valamire, valaki nem. Sok bíró lehet alkalmas mondjuk világbajnoki mérkőzés levezetésére, és hogyha van emberi ok, akkor lehet, hogy ilyenfajta összeférhetetlenség van. Neked van erről információ? Ez az egész nekem úgy nem tetszik, ahogy van. Eleve 3 játékvezető volt régen, most van 8, mind fizetett turisták. Most Magyarországban az egyik legrosszabb játékvezető ment ki. De végül is a táblát én is tudnám emelgetni, nem? Micsoda, milyen? Persze, főleg ilyen divat bemutatókon. Nem, én nem vagyok az a típus, hogy alkalmas arra. Vagy focista feleség még lehet. Nem, sokkal inkább feminista vagyok, azt hiszem, hogy én ezt el tudjam viselni. Aranyosan a férjed mezében sétálgathatnál otthon föl, és alá. Az lenne. Igen, király lenne. De mondjuk inkább a férjem mezénben sétálgatnék, mint 680 fokszal, igen. Hát, jó. Te olyan lennél, mint a Messi feleség. Te átéreznéd, hogy mi a hát én sportolót voltam, mert én tudom, hogy mennyire fontos az, hogy egy ilyen sportolót mennyire kell, hogy támogassák. És egyébként itt még egy gondolat a Ronaldóval kapcsolatban, hogy Ronaldo megengedte a feleségének, vagy a barátnőjének azt, hogy így jelenjen meg, hogy ezeket mondja, mert hogyha ő szab egy, húz egy vonalat, amit nem léphető át, akkor nem lépi át nyilvánvalóan, de mégis, tehát, hogy ez valahol ők közösen gondolkoznak. Hát, hogyha most... Engedélyt kért erre szerint? Nem, tehát azért gondolom, hogy ez egy út vezet odáig, hogy valaki 860 milliónyi ékszert fölvegyen, és erről szóljon. Tehát ez egy habitus kérdése. És ebben jó, ők egységesek, hát tehát ezt mondom, hogy nem, neki nem az a fontos, hogy egy portugál mezben kimenjen buzdítani Portugáliát, hanem az, hogy itthon is vannak meg? Olyan párok, akik azzal verik ki a biztosítékot, hogy mindenféle márkás cuccokban sétálgatik közösen. Tehát, hogy, na, tehát, hogy ez egy létező karakter. Kiről beszélünk? Mindjárt adás után megbeszéljük. Vagy ez egy létező karakter. Mi hát ebből van a legtöbb, amiről te is beszélsz. Hát persze, hát mennek vásárolni, a retikül az olyannak kell lenni, hogy... A szegény játékvezetőről megint visszakanyarodtunk a... Na, feleségekhez. Csak a lóvé meg a brilliánsok. És Kovács István meg nem kap meccset. Miközben beszélünk a Ronaldo feleségéről, hogy milyen táska volt. A bizsú fúszokra. Nem hűvös vagy belőtt egyik ékszercse, az biztos, két pálcikán. No, akkor az adás végén szeretném kérni a tippeket. Szerintetek ma este ki az, aki, illetve holnap este ki az, aki nyerhet, vagy kinek szurkoltok, vagy egy is ugyanaz a kettő, vagy elfogadjátok a FIFA játékot, ami 3-1 volt. Én elfogadom. Én nem fogadom. Én is elfogadom. Én elfogadom a 3-1-re. Argentina. Én elfogadnám egyébként, hogy Argentina nyered, de én szerintem én a franciáknak nagyobb esélyt. De ez mennyire érdekes, látok, hogy mind a hárman valahol inkább Argentina felé húzunk. Pedig semmi közünk hozzá. Egyik csapathoz sem alapvetően. Legtöbbször kibabráltak velünk. Magyar válogatottam, mondom, 78-ban, ti fiatalabbak vagytok, úgy elcsalták az argentinoknak. Nyilván a Messi miatt. Hát persze. Nyilván miatt a persze. Miatta is. Én az egész csapat miatt. De jobb nem csapat tudom. A francia, éppen ezért általában... De gyengébbnek szurkol egy kicsit az ember. Annyira nem gyengébb. ez azért furán hát, igen. A gyengébbnek szurkolunk, legyen Argentina. De nem általában, az minden... Tehát van ilyen esélylatolgatás, hát... Igen. Jó, akkor most értem, hogy kinek szurkoltok. Szerintetek mi lesz az eredmény? Argentina nyer. Oké. Okay. Szerintem franciák nyernek. Mert ez nem egy és ugyanaz, Dodi. Hát... Én is attól tartok, hogy a franciák nyernek, de szeretném az argentinok és Messi megkoronázni ezt a karrierjét. No, hát akkor nem sokára ki fog derülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a sok figyelmet köszönjük. Ez volt az utolsó adása a Kocka Focinak. Viszontlátásra. Hogy teljes legyen a kép, a Hisense televízióit használtuk. A pályán kívüli férfi stílus támogatója a Bono.